És van a népi az ügyek a kutat. De mondjuk már kettőtért, hogy kettőtért, hogy arra is fel hajuljon. Hát annyira okos még nem vagyok. De akkor nem tudjuk jól beszélni. Lassan megyünk is, hogy szállítom az előtt. Te! Minek kér a somlót? Üzenem az utókornak, járjatok kerékpárról. Zaj meg azért, hogy tessék azért. Beresz a hozzá. Hát innen igen, de most egyszerűen vagyok másra, körülbelül egyet. Én helyen nem vagyok, jöttünk anyuk, mert az messze állni. A más terén kézzel, le fogod venni a világot. Itt kitérek a természetvédelmi dolgokra, egy kicsi ökológia, egy pici környezetvédelem, és azon kívül pedig legendák és érdekesség. Egy ilyen kicsi összefoglaló, hogy tudjuk-e, hogy a Szent Anna-tó Dél-Kelet-Európa egyetlen vulkanikus eredetű krátertava, és vizét mindössze a csapadék víz táplálja, valamint a mohos tőzágla Európa egyik természeti ritkasága, 80 hektár kiterjedésű és 3 millió köbméter tőzeget foglal magába. Érdekes, hogy a Szent Anna-tónak a kápolnájáról is van egy külön legenda. Az is benne található. Tehát az se az, amit mi tudunk. De ez gyűjtés van? Nem, ez egy kis bemutató. Tehát egy kis bemutató, és nagyon érdekes. Tehát olyan dolgok vannak benne, amit úgy igazából. Tehát például én eddig, amíg nem olvastam bele, addig nem tudtam, hogy 2006-ban, amikor volt a mérés, akkor készítettek egy hulladékgyűjtést is. Jó. Tehát az egy engem meglepett, és nekem nagyon-nagyon tetszett az ötlet is, hogy azért buvárok meg. Mégis úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, főleg, hogy... Hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek én? Lámpa vasnak támaszkodva az embereket, néztem sorra, fáradt arca, nincs ilyetek, találgattam, merre mennek ő. Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek én. Voltak, akik végig néztek, szép kis alak, így beszéltek, I'm not going to be able to do that.